Bizonyítványok, melyek arról tanúskodnak, tulajdonosuk életté vált az életre. Talán a Szent István Katolikus Gimnázium két osztálya mond búcsút a középiskolás éveknek. Azt sem lehet állítani, hogy ez a korosztály mindennapi módon fejezte be tanulmányait, hiszen ebben a tanévben gyakorlatilag nem is találkoztak egymással a koronavírus járvány miatt. Sőt, az is veszélyben forgott, megélhetik-e egyáltalán életük egy fontos eseményét, a ballagást. Igazából csak pozitív emlékekkel tudok elmenni, mind az osztály, mind az iskola, mind a úgymond a tanulás része is igazából. Teljesen viszont sajnos az utolsó évünk az eléggé rosszul sült el. A szallagtűzönk is elmaradt, amit én nagyon bántam. Reméljük a ballagásunk azért most már rendesen meg tudjuk tartani a ballagást, úgyhogy így pozitívan lezárjuk ezt az egészet. Egy rendkívül családias, baráti, összetartó csapat működik itt, mint a tanárok részéről, mint pedig a diákok részéről. Tehát itt nem éreztem azt, hogy lenne olyan, akit kirekesztenek, vagy elhanyagolnak. A tanárok nagyjából ugyanannyira figyeltek mindenkire, ami egy igen magas színvonalat képviselt. És maga az oktatás minősége is, én azt mondom, olyan, hogy szerintem bármelyik Tolna megyei, akár más megyei gimnázium, középiskola felveheti a versenyt a miénkkel, illetve vice versa. Összességében én magam is nagyon szerettem ide járni, és most belegondolva nagyon hiányzik is ez a 6 év. Nagyon gyorsan elment visszatekintve, és mindenkinek tudom ajánlani ezt az iskolát, hiszen olyan élményt tud biztosítani, amit talán sok más helyen nem. Így az utolsó évből az önállóságot, ami szerintem így, hogyha pozitív oldalát nézzük, akkor felkészített kicsit minket az önálló tanulásra. Igazából a nagyfokú felkészítés, igazából főleg az emelt szintű tárgyakra, ott nagyon odafigyeltek erre az egészre, főleg így próbáltuk az online helyzetbe is megoldani, hogy kellőképpen felkészüljünk erre a nagy megmérettetésre, ami így utólag kicsit megkönnyebbülés, de előtte viszont nagyon stresszes időszak volt. Tiltás ide, koronavírus járvány oda, minden alkalmat kihasználtak a végzősök, hogy legalább a kis csoportos felkészítések alkalmával bemenjenek az iskolába, mondta Novotné Bán Erzsébet igazgató. És hogy mennyire komolyan vették a felkészülést, jelzi, hogy jó érettségi eredmények születtek ebben a tanévben. Azt mutatják az eredmények, igaz, hogy csak írásbeli volt, tehát azt mutatják az eredmények, hogy nem lett rosszabb, sőt, talán vannak olyan területek, amelyek jobban sikerültek, de nem lett rosszabb, mint az előző években, és nagyjából az év közbeni eredményeiket tudták produkálni, vagy annál valamivel jobbat, tehát a próbaérettségiknek megfelelően teljesítettek, és a rendkívüli körülmények ellenére voltak olyanok, akik tényleg egészen kiváló eredményt produkáltak, tehát nem volt ritka a 90% fölötti teljesítmény, és nem csak középszinten, hanem emelt szinten is. Tehát ilyen 98-97%-os emelt szintű érettségi dolgozat, az azt hiszem egészen kiváló, úgyhogy tényleg igyekeztek mindent megtenni annak érdekében, hogy sikeres legyen ez az év. Az iskola pedig eldöntötte, olyan módon búcsúzik a legidősebb tanítványoktól, amit igazán megérdemeltek. Túl vagytok azon a folyamaton, mely átalakította a személyiségeteket, felnőtté váltatok, mondta ünnepi beszédében Novotné Bán Erzsébet. Mindez azt is jelenti, hogy az iskola már nem szab határt számotokra, nem állít korlátokat, de biztonságát, megértését sem nyújtja többé. Tehát visszavonhatatlanul és végérvényesen lezárult egy szakasz az életetekben, de ez a szakasz minden bizonnyal nem múlt el nyomtalanul. A szokásoknak megfelelően ez az ünnepi pillanat ad alkalmat arra, hogy a legkiválóbbak átvehessék a Szent István díjat, mely ebben az évben két tanuló volt érdemes. Pesti Róza és Kovács Krisztina. Aztán már csak a repülőlufik emlékeztettek arra, hogyan szállt el a 6, illetve 4 esztendő. És ahogy a léggömbök is szerte szálltak, úgy indulnak el új utak felé a végzett gimnazisták is.